Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 356-os dicséretünket. Imádkozzunk. Urunk, mi újra és újra megtapasztaljuk a te lehajló szeretetedet, figyelmes vagy irántunk, és ismered a mi gondjainkat, bajainkat, ismered lelki problémáinkat, és ismered azt is, hogy milyen kétségek gyötrik a mi szívünket. Sokszor bizonytalanok vagyunk, Uram, a hitünkben, bizonytalanok vagyunk reménységeink teljesülésében, a jövőben, és te mindezt tudod rólunk. Jól ismered a szívünk gondolatait, mielőtt még a szó szájunkra kerülne, te már tudod, hogy mit akarunk kérni, mit akarunk mondani neked. Mint drága mennyei atyánk, ismert bennünket, és nem élsz vissza, Uram, ezzel az ismerettel,
sőt javunkra fordítod, és szeretnél megerősíteni bennünket a hitben. Köszönjük, hogy az igehirdetés, az evangelizáció, a bibliaórák, a csendes perceink, a bibliaolvasásunk mind azért adatik nekünk, hogy egyre jobban megismerme téged, meg erősödjön a benned való hitünk. Munkáld ezt most is, itt is, közöttünk is. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom Isten igéjét, a mai igehirdetési alapigét, János evangéliuma 11. fejezetéből. Egy pár részletet olvasok fel ebből a hosszabb szakaszból, Lázár feltámasztásának a történetéből. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának falujából. Mária volt az, aki megkente az urat olajjal, megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. A tanítványoknak ezt mondta, menjünk ismét Júdeába. A tanítványok viszont ezt mondták neki, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, ismét oda megy. Jézus így válaszolt, nem 12 órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta, aztán így szólt hozzájuk, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta a tanítvány társainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, mint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, amit csak kérsz, az Istentől megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világban. Miután ezt mondta, elment és titokba szólt testvérének, Máriának, a Mester itt van és hív téged. Mária pedig, amikor odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt és leborult a lába elé, és így szólt hozzá, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében és megrendült. Megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig háborogva magába a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta.
Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki, és kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Uram, a te igéd lélek és élet. Kérünk, hogy eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban estéről estére hallgatjuk Jézus kijelentéseit arról, hogy kicsoda ő nekünk, kicsoda ő neked. Ma arról beszél nekünk az Úr Jézus Krisztus, hogy nekünk ő a feltámadás és az élet. És ez a nagybetűs élet, az örök élet, ahogy a görög mondja, a zóé, az elmúlhatatlan élet. Jézus Krisztusban adatott. Én vagyok a feltámadás és az élet. És ez rendkívül fontos üzenet, hiszen élet és halál kérdés számunkra. Az ember csodálkozik, hogy milyen kevesen vannak, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Az emberek úgy keresik az Istent, mint a tolvaj rendőrséget. Tehát egyszerűen nem akarnak találkozni az élő Istennel, menekülnek előtte, előle. És tudjátok, miért van ez? Gondoljunk a paradicsomi bűnesetre. Abban a pillanatban, amikor az ember kapcsolatba lépett a sátánnal és hitt neki, eladta a hitét, abban a pillanatban feltámadt benne a félelem, rejtőzködni kezdett az Isten előtt. Látjuk, Istennek kell keresni, hogy Ádám, hol vagy? Elrejtőztem, mert félek. Fügefa levelekkel takarják el a bűnbe esett életüket. Az ember menekül az Isten elől. Isten pedig keresi az embert. Neki fontos az ember. Ádám, hol vagy? És azóta is keresi az embert. Keresi a te életedet, az én életemet, minden ember életét. És az emberek egy része kemény, ellenálló, nem akar hallani, tudni az élő Istenről. Na de hát élet-halál kérdés. A te életedről, az én életemről, az örök életről van szó, de hát éppen ez a probléma, hogy ebben nem hisznek az emberek. Nem hiszik, hogy itt lehunyod a szemed, és odaát folytatódik. Lelki-szellemi szinten folytatódik. És ha ezt tudnák az emberek, egész bizonyosan tudnák, akkor keresnék az élő Istennel való kibékülést, keresnék a kegyelem helyét, az élet forrását. Nem hiszik. Tehát éppen a hitetlenség választ el bennünket a saját örök életünktől. Ezen akar segíteni a mi Urunk. És amikor itt járt közöttünk testben, mindent elkövetett, hogy hitre juttassa a saját tanítványait. Tessék csak figyelni ezt a gyönyörű történetet. Közeledik húsvét, az utolsó húsvét. És tudja jól Jézus Krisztus, hogy a tanítványai milyen hitpróba elé kerülnek. Azt mondja neki, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon. Aztán tudjuk Zakariás könyvéből, hogy verd meg a pásztort, és szétszáll, elszáll, szétszéled a nyáj.
És ez történik, és Jézus nagyon jól tudja, hogy a tanítványai hitét az ő kereszthalála, mint egy tornádó fogja elsöpörni. Ott maradnak hitetlenül. És pontosan ez történik. Meg akarja ezt előzni, és olyan be akarja mutatni azt a végtelen hatalmat, amivel Isten rendelkezik. Hogy higgyenek. Nagyon érdekes, hogy a hívő embereknek van kihez fordulniuk, ha baj van. Itt van ez a két nővér, akinek beteg lesz a testvére. Az egyetlen férfi, aki talán a családfenntartó, beteg. Egy rövid imádságban üzennek Jézusnak. Uram, akit szeretsz, beteg. Ebben csodálatos üzenet van ebben az egyetlen kis rövid imádságban. Tudomására hozzák az Úr Jézusnak, hogy mi tudjuk, hogy szereted Lázárt. Milyen bizalmas hit ez, hogy azt mondják az Úr Jézusnak, hogy akit szeretsz, az beteg. Így kell nekünk imádkozni a mieinkért, és aztán benne van a következő. Tudjuk, Uram, hogy Te meg tudod gyógyítani, ezért fordulunk hozzád. De valami nagyon furcsa dolog történik, mert Jézus, ahelyett, hogy sietne, ott marad még két napig azon a helyen, ahol volt. Hát ő nem úgy viselkedik, ahogy mi viselkedünk. Istennek nem kell jelen lenni ahhoz, az Úr Jézusnak nem kell jelen lenni ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon. Gondoljunk csak a Heródes egyik tisztviselőjére. Elmegy Jézushoz, hogy halálán van a fia, hogy könyörüljön rajta. Jézus a szemére is lobbantja, ha nem láttok csodákat, nem hisztek. És aztán kijelenti, a te fiad él. Ő nem megy el a tisztviselővel, hanem egyszerűen azt mondja, a te fiad él. És tudjuk, valóban meggyógyul a fiú, a kapernaumi százados meg csak ennyit mond. Uram, egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Tehát egyszerűen ez a hit, a bizalom, hogy Istennek van hatalma arra, hogy meggyógyítsa azt, akit csak akar. És látjuk, akkor se volt más az élet, mint manapság. Tele volt nyomorúsággal, gyásszal, fájdalommal, és kihez fordulhat az ember, ha nem az élő Istenhez. És látjuk, hogy Jézus Krisztus úgy tesz, mintha neki nem volna sürgős a dolog. És azt mondja a tanítványainak, miattatok örülök, hogy nem voltam ott, hogy higgyetek. Testvérek, ó, a mi hitünk. Hát még a tanítványok hite is valami hiányt szenved. Hát hányszor mondta nekik Jézus, ó, hitetlen nemzetség, meddig szenvedlek még titeket? Olyan, már mondtam tegnap is, hogy nagyon mély gyökere van a mi hitetlenségünknek. Nagyon mély gyökere van. És Jézus meg akarja erősíteni az ő hitüket. Milyen hitüket? Hittek ők Istenbe. Hittek ők az Úr Jézusba is. De ez a hit nem volt, hogy így mondjam, teherbíró. Nem bírta ki a próbákat. Nagyon sokszor tapasztaltuk ezt idős emberek az életünk folyamán, én is már 20 éves koromban megtértem, és nagyon sokszor megszégyenítette az Isten abban, hogy az én hitem nem volt teherbíró. És ő arra akar eljutatni, a teljes bizonyosságra, hogy én ne kételkedjek. Na de hát olyan dolgok történnek velünk, amik sokszor kétségbe ejtenek bennünket. Itt van ez a család is. Megbetegedik, és meghal Lázár. Egy 9 éves kislányt temetnek. Autóbalesetben hal meg. Egy polgári temetés. Egy asszony bekiabál a temetés közben. Hol volt az Isten?
Amikor ez a dráma történt, hol volt az Isten? És hányszor kérdezzük ezt? Hol van az Isten? Amikor baj van, amikor nyomorúságban, amikor legjobban rászorulnék, úgy érzem, hogy ő nincs ott. Testvérek, hadd mondjam, nagyon mély meggyőződéssel, ő mindig a helyén van. Csak én nem vagyok otthon, én nem vagyok a helyemen. Ezt kellene nekünk megérteni embereknek, hogy ő, a mennyei atya mindig a helyén van, csak mi a tékozló gyermekei nem vagyunk a helyünkön. Nem jogos a kérdés, hogy hol volt az Isten. Ez egyáltalán nem jogos. Mi nem vagyunk a helyünkön. Nem vagyunk védelem alatt. Gondoljatok az Úr Jézusra. Siratja Jeruzsálemet. Azt olvassuk az eredeti görög szövegbe, hogy zokogva siratja Jeruzsálemet. Viszi a keresztet, ott botladozik a Golgota felé, az asszonyok sírnak. Erre azt mondja neki Jézus, ne engem sirassatok, hanem magatokat és a gyermekeiteket sirassátok. De miért is sír Jeruzsálemért? Mert látja, hogy rohan a vesztébe. De hát tehetetlen az Isten. Síró Isten. Gondoljatok bele, hogy az Isten sír, és nem tudna tenni valamit. A testvérek, ő mindent megtett. Ő mindent megtett. Ő elment a végsőkig, az életét adta értem. Ő mindent megtett. Hatalmas csodákat tett, hogy hinni tudjak. A szívemre beszél, szól nekem, hirdettetik az igéje, itt be, ott ki. Csak amikor baj van. Akkor viszont kérdezzük, hogy hol van az Isten. Mert tessék elhinni, azt mondta az Úr Jézus, hogy hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint a kotlós a kis csibéit a szárnya alá, de ti nem akartátok. Na itt a probléma. Mi nem akarjuk, csak amikor baj van. Wilhelm Busch, német evangélikus lelkész, háború után jönnek haza a német fiatalok fogságról, frontról, le se érettségiztek, és ugye le kell őket érettségiztetni. És minden nap kérdezik tőle, hol volt az Isten? Miért engedte meg ezt a háborút, ezt a szörnyűséget? Hát testvérek, az Isten akkor is a helyén volt, ő megmondta, ne ölj, aki kardot fog, kard által veszik el, de most komolyan mondom, ki hallgat az Istenre? Itt van az a háború. Hallgattak ők az Istenre. Megkérdezte valaki egyáltalán az Istent? Ugye tetszenek érteni, hogy nem ő vele van a baj, velem. Hol az Isten? Pár sort felolvasok. Egy nagyon érdekes rádió előadásból, amit egy zsidó származású amerikai riporter, a CBS műsor vezetője Ben Stein mondott el a rádióban. Annak kapcsán, hogy még az Obama kormány idején 16-ban azt mondták, hogy nem mondjuk a karácsonyfára, hogy karácsonyfa, ünnepi fa. Hát mi ezt ismerjük a szovjet időkből. És így szól a riport. Zsidó vagyok, és minden egyes ősöm is zsidó volt, és engem nem zavar egy csöppet sem, ha az emberek ezeket a gyönyörűen kivilágított, feldíszített fákat karácsonyfának nevezik. Nem érzem magam fenyegetve, nem érzem, hogy meg lennék különböztetve. Ezek a fák azok, amik karácsonyfák. És egyáltalán nem zavar, amikor az emberek boldog karácsony kívánnak nekem. Nem gondolom, hogy megaláznának, vagy gettóba akarnának csukni. A tény az, hogy valamiképpen kedvelem is. Most tessék figyelni, mit mond ez az ember. Az bizonyítja nekem, hogy mi mindannyian testvérek vagyunk, akik együtt ünnepeljük az évnek ezt a boldog időszakát.
Egyáltalán nem zavar az sem, hogy egy jászol jelenet van felállítva az egyik forgalmas útkeresztedésbe, közel a tengerparti házamhoz Malibuban. Ha az emberek egy Betlehemet akarnak, az ugyanúgy rendben van számomra, mint a menóra néhány száz jardnyival arrébb. Nem szeretem, ha piszkálnak amiatt, hogy zsidó vagyok, és ugyanúgy nem gondolom, hogy a keresztények kedvelik, ha piszkálják őket azért, mert keresztények. Gondolom, az Isten hívők belefáradtak és belebetegedtek a piszkálások időszakaiba. Fogalmam sincs, honnan származott ez az ünnepi fa ötlet, miután Amerika kifejezetten ateista ország. Vagy akár kifejezhetem másképp is, honnan jött az ötlet, miszerint imádnunk kell a hírességeket, de tilos Istent imádnunk. Viszont sokan vagyunk, akik elgondolkodnak azon, honnan jönnek ezek a hírességek, és hova lett az az Amerika, amit mi ismertünk. Billy Graham evangelizátor lányát interjúvolják az Early Show-ban. Jean Clyson, a riporter, ezt kérdezte. Hogyan lehetséges, hogy Isten engedte, hogy ilyesmi, mármint a Katrina hurikán megtörténjen? Ennek Graham egy rendkívül mélységes, éles elmélyű választ adott. Azt mondta, úgy hiszem, Isten mélyen elszomorodott emiatt, ahogy mi is. De évek óta mondjuk Istennek, hogy takarodjék ki az iskolából, takarodjék ki a kormányzatunkból, és takarodjék ki az életünkből. És mivel úgy vélem, ő egy igazi úriember, végül csendben kihátrált. Hogyan várhatjuk el Istentől, hogy áldását adja ránk, és védelmezzen minket, ha mi azt követeljük tőle, hogy hagyjon minket békébe? A legutóbbi események férjében terrorista támadások, iskolai lövöldözések. Úgy gondolom, hogy ez akkor kezdődött, mikor Madeleine Murray O'Hara zárójelben megölték a tetemét néhány éve találták meg, arról panaszkodott, nem akar imádkozást az iskoláinkba. És mi azt mondtuk, rendben van. Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvasunk Bibliát az iskolában. A Biblia mondja, ne őj, ne lopj, és szeresd fel a barátodat, mint te magadat. És mi azt mondtunk, rendben van. Aztán Benz Fok azt mondta, ne felnyítsuk a gyermekeinket, mikor csintalanok, mert kicsit személyiségük eltorzul. És meg lehet, hogy megrongáljuk önbecsülésüket. Zárójelbe dr. Spock fia öngyilkos lett. Azt mondtuk, egy szakember kell, hogy tudja, miről beszél. És mi azt mondtuk, rendben van. Most meg azt kérdezzük magunktól, miért van az, hogy a gyermekeknek nincs lelkiismeretük, miért nem tudják, mi a jó és mi a rossz, és miért nem zavarja őket, ha idegeneket ölnek, akár osztálytársaikat, vagy önmagukat. Valószínű, ha hosszan és keményen elgondolkodunk, meg fogjuk érteni, írja ennek Graham, hogy amit vetettünk, azt aratjuk. Tehát most akkor hát nem így van. Istennek azt mondjuk, hogy menjen el. És utána azt kérdezzük, hogy hol van. Hát elküldtük, testvérek. Kivéve azokat, akik hívők. Akik nem, hogy elküldenék, hanem Uram, könyörülj rajtam. Szeretném az életemet a te kezedbe tenni. Ugye mennyire más? Egészen más. És az ilyen emberek védelem alatt vannak, és tessék elhinni, óriási különbség van, most jól tessenek érteni, a még kívülvalók és a belülvalók között. Jézus különbséget tesz a hívő és hitetlen emberek között. Azt mondja az övének, nektek megadatot, hogy megértsétek az Isten országának titkait. A kívülvalóknak példázatba adatik. Hogy látván ne lássanak, halván ne halljanak, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítson őket. Hát ez nagyon szeretetlenül hangzik. Ez úgy hangzik, hogy kirekesztés. Nem, testvérek, valamit meg kell érteni. Védelem, kegyelem,
csak akkor lehetséges, ha meghódulsz az Úr előtt. Ha leborulsz előtte, elfogad őt, Istenednek, Uradnak. Erről szól ez a történet, meg akarom erősíteni a hiteteket, mondja a tanítványainak. Örülök, hogy nem voltam ott. Tudnélik, akkor meggyógyította volna Lázárt. És most meghal Lázár. És valami nagyon érdekes, az, ahogy Jézus Krisztus ezt a hatalmas csodát megteszi. Mi a célja vele? Hogy megértsük, nem csak az akkori tanítványai, hanem én és te, hogy nekünk valóban ő a feltámadás és az élet. Ezt akarja megérteni, megértetni velünk, hogy ő a mindenem. Van egy kedves ilyen evangéliumi ifjúsági ének, és ének, hogy ő a mindenem, bárcsak így volna, bárcsak így volna. És akkor védelem alatt volna az életünk, akkor látnánk az életünk értelmét, a távlatot, az isteni teremtés és kegyelem távlatait. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy menjünk el. Elmegy, és kiderül, hogy 4 napja sírba van. És ennek is tessék elhinni, van egy nagyon komoly üzenete. Miért pont 4 nap? Éppen Arnold Fruchtenbaum könyvében, a Messiás élete című könyvében olvasom, aki egy zsidó ember volt, és már felnőtt korában tért meg, tehát nagyon jól ismerte a zsidó szokásokat, meg a hagyományt, és Jézus korában az volt a hiedelem, hogy ha meghal az ember, a szelleme 3 napig ott lebeg a test fölött. És bizonyos vallásos szertartásokkal ezt a szellemet vissza lehet parancsolni a testbe. Tetszenek látni? Hát mi mindent megoldunk, nem? Nekünk vannak vallásos trükkjeink, mi föl tudjuk támasztani a halottakat. Az igaz, hogy a gyakorlatban nem működött, de ez volt az elmélet. És hogy Jézus ilyenekre is odafigyelt. Ne mondják már neki azt, hogy egy varázsló. Ne mondják már azt, hogy egy csodatévő rabbi, aki 3 nap múlva visszaparancsolta Lázár szellemét, hanem értsék meg, 4. nap. Ez már isteni csoda. Isteni hatalommal végrehajtott csoda. Ezt akarta Jézus megértetni a zsidókkal. Meg is értették. Meg is értették, akik ott voltak, megrendültek ettől a hatalmas csodától, hogy egy 4 napos halottat feltámaszt az Úr. De látjuk, hogy hogy szenvednek azok, akik gyászolnak. Hát azt gondolom, mi lelkészek igazán tudjuk. Rengeteg gyászolóval találkoztunk, akiknek összetölt a szívük. Vigasztalanok voltak, kétségbe esettek voltak. És valóban mit lehet mondani? Az evangéliumot, testvérek, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, és aki hisz ő benne, ha meghal is él. Ezt lehet mondani, ha igaz, és vajon igaz. Hát Jézus, mondtam az elején is, hogy minden nagy kijelentését, hogy ki vagyok én, az igazolta hatalmas tett. Borul minden népre, és a takarót, amely betakar minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre az én Uram az Úr. Letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot mindenütt a földön. Ezt ígéri az Úr. Ugye itt van már 730-40 évvel Jézus Krisztus előtt, itt az ígéret, hogy eltörli a halált. Letörli a könnyet az arcról. Igen, itt mi a halál árnyékában, a halál árnyékának völgyébe járunk, és csak az evangéliumnak van üzenete, semmi másnak nincs üzenete. Tessék csak meghallgatni, egy Nobel-díjas tudós pár sorát fogom felolvasni, Sir John Eccles, aki
ausztrál agykutató. És az ő gondolatait szeretném a testvéreknek továbbadni, hogy halálhívők vagyunk, vagy élethívők vagyunk. Azt írja önmagáról Sir John Eccles, hogy én is materialista voltam, Isten tagadó, egész addig, amíg az agykutatás során rá nem jöttem, hogy mi teremtmények vagyunk. Aztán egy rövid idézet, az egyedülálló individualitás, most így mondom a személyességem, belső magjában való bizonyosság. Nem enged meg más megoldást, mint az isteni teremtést. Bevallom, hogy egyetlen más magyarázat sem tartható. E következtetésnek felbecsülhetetlen teológiai jelentősége van, mondja ez a Nobel-díjas tudós. Határozottan alátámasztja hitünket az emberi lélekben, és annak az isteni teremtésben való eredetének. Ez nem csak transzcendent Isten megvallását jelenti, a mindenség teremtője az az Isten, akibe Einstein hitt, hanem az immanensen ható Isten megvallását is, akinek itt létünket köszönhetjük. Ugye tesznek érteni, mit mond? Hogy nem csak az a transzcendens, láthatatlan, túlvilági Isten, akiről Einstein is vall, hanem aki értünk cselekvő Isten. Az immanens, a valóságban cselekvő, érted és értem cselekvő Istent valljuk meg, mondja Sir John Eccles. És akkor nem mondják, hogy a tudomány azt mondja, hogy a tudomány nem mond semmit Istenről. Nem tud mondani. Az nem az ő kategóriája. De láthatjuk, hogy a személyes életünk, egyébként a magyar agykutató, ugye, Freud Tamás előadásában hallottam, ugyanarra hivatkozik, hogy személyiség. Az ember személyiség. Személyiség, pedig ő így fogalmaz, csak személyiségtől eredhet. Tehát Isten teremtmése vagy. Miért olyan fontos ez? Mert ezzel bombázzák a mai embereket, ugyan kérem, nincs Isten, te csak a véletlen műve vagy, nincs távlat, nincs élet. Rettenetes. A halál félelmetes üzenete ez. Tudjátok, kitől ered? A halál angyalától, aki el akarja venni az utolsó reménységedet is. A mi drága úrunk pedig meg akar erősíteni, abban van távlat. És ő az örök létre teremtett téged, de ez az élet csak ő benne van. Nem magunkban van az élet. Ezt nagyon komolyan meg kell érteni. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fiú, az élet sincs meg abban. Ezt kell megérteni. És akkor tudjuk, én vagyok a feltámadás és az élet. Itt már teljesen személyes. Kicsoda nekem az élet? Az én drága megváltom az Úr Jézus Krisztus. Nekem ő az élet. Ahogy egy evangéliumi énekbe énekeljünk. Krisztus az énekem, Krisztus az életem, mindenem én nekem ő. Bárcsak így lenne. Igen, mindenem én nekem ő, mert ő számomra a feltámadás és az élet. És aztán Jézus itt is sírva fakad, háborog a lelkébe. És nagyon fontos megérteni, miért háborog Jézus. A halál ellen háborog. Na de hát az Isten ne háborogjon a halál ellen, mondaná a mai modern ember, hát nem ő ítélt bennünket halálra? Nem egészen így van. Valamit komolyan meg kell érteni. Vannak testi törvényszerűségek, fizikai törvényszerűségek. Nem kell spekulálni, hogy mi lesz azzal, aki kiugrik a 10. emeletről, mert van nehézségi gyorsulás, meg fog halni törvény. Ha valaki elszakad az élő Istentől, az halott önmagába. Tetszik érteni? Törvény, lelki törvény. Az Isten nélkül mi mindannyian halottak vagyunk. Ezért jött Jézus, hogy elhozza neked és nekem az életet. Háborog a halál ellen.
a halál Isten ellensége. Nagyon érdekes, hogy a zsidó vallásban érinteni se volt szabad egy tetemet, se állat, se ember. És ha valakinek ugye meghalt a hozzátartozója, természetesen el kellett temetni, de vallási értelemben az illető tisztátalan lett, mert érintette a halált. És olvassuk a zsidó levélben, hogy mi emberek, akik egész életünkben rabok voltunk a haláltól való félelem miatt, azt olvassuk, hogy ő legyőzte a halált. Legyőzte azt, akinek hatalma van a halálon, így olvassuk a zsidója, vagyis az ördögöt. Legyőzte. És ugye a mai egyik szép ige, amit a Jelenések könyvéből még eddig nem idéztem, ezt mondja ugye az Úr Jézus, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Most már nem az ördög kezébe van, nem ő kárhoztatja el az embert, hanem a halál és a pokol kulcsa a mi megváltónk kezébe van. Micsoda evangélium ez is. Hogy íme élek örökkön örökké, és mindazok, akik benne hisznek, élnek általa. Örökkön örökké. És Jézus háborog, és sír. Látjátok ezt a szeretetet? Tudja, hogy fel fogja mindjárt támasztani Lázárt, mégis fájdalmas számára, ahogy mi emberek átéljük a gyászt. Nem lehet azt lebecsülni. A halált nem lehet lebecsülni. A gyászt nem lehet könnyedén átlépni. Félelmetes dolog a halál, és nagyon fájdalmas a gyász, és Jézus sír. És azt mondják egyesek, ez, aki megnyitotta a vak szemét, hát nem megtehette volna, hogy ez ne halljon meg. De hát ugye tudjuk, Jézus maga mondja, hogy ezek jelek. Hát Jézus nem járta a temetőket Izraelbe, hogy minden halottat föltámasszon, az majd valóban az utolsó napon lesz. Ezek jelek, hogy ki vagyok én. És Jézus azt mondja, vegyétek el a követ a sírboltról. Figyeljetek, milyenek vagyunk mi emberek. Márta rögtön megszólal. Vág az eszünk, ha e világi dolgokról van szó. Egyből kapcsol. Uram, ne csinálj itt botrányt. Hát már negyed napos, hát szaga van. Hát ez legyen a testvéremről az utolsó emlék. Hát ne csinálj itt botrányt. Erre azt mondja neki az Úr, hát nem megmondtam neked, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Hát ilyenek vagyunk, ám mind ilyenek vagyunk. Földhöz ragadt, de ő tudja, hogy porból formáltattunk. És ezért olyan kedves szeretettel hordoz bennünket, de ez nem ment fel bennünket a hitetlenség bűne alól. Mert a hitetlenség a bűn. Az a bűn, hogy nem hisznek én bennem, mondja az Úr Jézus. Nem csak az a bűn, hogy egyáltalán valaki tagadja Isten létét, hanem hogy nem hisz Jézus Krisztusba, az ő megváltójába. Az a bűn, hogy nem hisznek én bennem, és hogy higgyenek, Lázár jöjj ki. Na ez az isteni szó. Ez minden evolúciónak elemele van. Persze az is, amikor Jézus azt mondja a vaknak, hogy láss és megnyílik a szeme, ez az ő teremtő hatalmas szava. Lázár, jöjj ki! És kő halott, azzal szeretném most befejezni testvérek, hogy ennek nem csak ilyen valóságos testi üzenete van, hanem lelki üzenete van. Nagyon komoly lelki üzenete van. Amikor én feledtem, kimondta az Úr Jézus, hogy jöjj ki, mert amíg meg nem tér az ember Krisztushoz, amíg Krisztus nélkül vagyok, Isten nélkül vagyok, halott vagyok, és akkor azt mondja,
gyermekem, jöjj ki az életre. Ki szólít bennünket a sírból, a lelki sírból, ki szólít bennünket az átkozott halálból életre. Ez a mi Urunk célja veled és velem. Én vagyok a feltámadás és az élet neked. De követeli a Jézus, követeli az Úr Jézus, hiszed-e ezt? Ne menjünk el emellett. És ne nyugodjatok meg, drága testvéreim, ha erre most csak úgy tudsz felelni, hogy Uram, igen, igen, de. Addig ne nyugodj meg, míg ott van az a de. El lehet jutni a bizonyosságra? El. Csak be kell vallani, mert a hitetlenség bűn. Sokszor azért nem szabadulunk meg bizonyos dolgoktól, mert nem valljuk meg, hogy bűn. Nagyon sok ember, mit tudom én, különféle parázna tisztátalanságban van, vagy okkult dolgokban van, nem vallja meg bűnnek, addig nem is fog megszabadulni. A pohártól se. De a hitetlenségtől se. Amíg bennem vallom, hogy Uram, látod, milyen vagyok? Megsértem a te isteni fenségedet a hitetlenségemmel. És amikor ezt bevallja az ember, Uram, bocsásd meg, látod, milyen hitetlen vagyok. És akkor megtörténik a csoda, és azt mondja, Lázár, jöjj ki. És egyszerűen kiszólít téged a te Urad az életre. És ez az élet, az örök élet akkor kezdődik el egy-egy ember életében, mikor befogadta az életet. Ő az élet, és ha őt befogadott, János apostol 1 János 14, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekei legyenek. Imádkozzunk. Drága Urunk, csodálatos vagy, és megható az a szeretet, az a türelem, mert türelmes és irgalmas Isten vagy, ahogy velünk bánsz. Elkergethetnél színed elől bennünket, mint hitetlen lázadókat, mint istenteleneket, és te nem ezt teszed. Magadhoz hívd bennünket, kiszólítasz bennünket az életre. Köszönjük ezt, Úr Jézus Krisztus. De látod, mennyire erőtelenek vagyunk a hitben. Milyen sokszor kétségek gyötörnek bennünket. Hadd valljuk meg neked, Uram, minden kétséget, hitetlenséget, minden vádaskodást, hogy nem voltál ott, amit ott kellett volna lenni. Bocsáss meg ilyeneket nekünk, Urunk, és add, hogy mindezeket oda tudjuk vinni a kegyelem királyi székéhez. Irgalmat tudjunk kérni, Uram, amikor szükségünk van rá, hogy időben megszabadíthass bennünket. Köszönjük, hogy megígérted, hogy aki te hozzád megy, semmiképpen nem küldöd el. Hadd menjünk, Uram, hozzád minden lelki, testi nyomorúsággal, hadd legyen bizalmunk neked elmondani mindent, azzal a bizonyossággal, hogy kinyújtott gyógyító kezedet, és felettünk is kimondod újjáteremtő igédet. Amen. Csendesedjünk el kiké a maga imádságával. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a 466-os énekünket. Hallgassuk meg áldásként az Pál apostol szavait. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek és szenvedéseimnek, amelyet Antiókiába, Ikóniumba, Lisztrába értek. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözni fogják. Urunk, köszönjük a Te igédet, és kérünk, áldj meg minket önmagaddal. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Holnap este.